Biztos nem leszek népszerű most ezzel a videóval. Sziasztok, Jóci vagyok, üdvözöllek a YouTube csatornámon. Múlt héten a Ubisoft ugye belengedte a Star Wars Outlaws-nak a story trailerét, ami nekem nagyon bejött. Én ezt a játékot lemezesen szeretném megvenni. Na most, rengetegen nekiestek a Ubisoftnak, a Twitteremen is láttam egy csomó értekezést erről, illetve a Discordon is beszélgettünk erről, hogy az ára miatt a játéknak felháborodtak a játékosok. A játék Xbox-ra 29.990 forintba kerül, ez az alapkiadás. A Gold Edition 44.900 forintba fog kerülni, amiben benne van a Season Pass és egy pre-order bónusz. Ezen felül még lesz egy Ultimate Editionünk 51.900 forintért, ami karakterpakokat, Season Pass-t, Ultimate Pack-et, pre-order bónuszt és egy Digital Artbook-ot fog tartalmazni. Hát na most srácok, én nem igazán értem a felháborodást. Főleg azok a hozzászólások voltak bicskönyítogatóak, amik már előre vetítették, hogy ez a játék szar lesz, mert Ubisoft. Azért a Division 2 meg az 1 azért elég jó játék volt, azért a Massive szerintem nagyon oda fogja magát tenni. Csak azért elkezdeni szarozni egy játékot, azért mert Ubisoft, meg mert nő a főszereplője, meg mert hogy úristen ez egy női Han Solo, igen, és még egy akkora univerzumban még, mint a Star Wars, hány ugyanolyan karakter lehet, mint a női Han Solo, vagy mint Han Solo. Tehát most ez ennyibe fog kerülni, de a Ubisoft Plus-ba bekerül a játék. Mennyi lehet a Ubisoft Plus? 3-4-5 ezer forint? Azért az már úgy baráti, nem? Nem értem a felháborodásokat. Aki akarja, megveheti 30 ezerért, 42 ezerért, 52 ezerért, vagy a Ubisoft Plus-ba befizet, és tolhatja a játékot. De anyázni azért, mert mi mennyibe kerül, az hülyeség. Nem akarok ilyen demagóg baromságokba belemenni, hogy minden drágább lett. Minden. Nem kicsit, nagyon. A gaming igenis egy luxus szórakozásnak számít, Magyarországon szerintem biztos. Már olyan értelemben, hogy akár több megjelenéssel is szeretné játszani havonta, hát azért tényleg mélyen a zsebébe kell nyúlnia az embernek. Úgyis le lesz árazva később, bár a Star Wars Outlaws esetében szerintem tökéletes a Ubisoft választása, hogy bekerült a szolgáltatások közé. Nem értem továbbra sem a felháborodás okát. Nagyon szeretném lemezesen ezt a játékot, szeretném, hogy a polcomon legyen, de ha nem lesz rá pénzem, akkor befizetnek a Ubisoft Plus-ra, és ennyi. Ha valakinek nincs rá pénze, nyilvánvalóan nem tudja megvenni. Sajnos ez van. De az, hogy ezért egy komplett játékot lehúzni, a Call of Duty-t is megveszik minden évben több millióan. Ömlik a pénz a Fortnite V-Bucks-okba. Jó, nem ennyi egyszerre, de apránként simán. Értitek, a játékosok egy csomó mindenre költenek, skinekre. Most akkor az anyját a League of Legends-nek is, mert biztos vagyok benne, hogy árul drága kozmetikai cuccokat. El kell dönteni, hogy te szeretnéd, vagy nem. És ha nem, akkor játszol az alappal, esetünkben ugye a Ubi Plus-os előfizetéssel. A másik, amit egyszerűen nem tudok elfogadni, ez a majd én letöltöm a játékot, aztán kapják be. Mi van? Nyilván nem lehet szabályozni a torrentezést, meg a kalózkodást, de amúgy se venné meg a játékot pénzért, az amúgy is le fogja tölteni. Nem akarok álszent lenni. Amíg nem volt önálló keresetem, nálam is pörögtek a Varez oldalak, nekem is volt olyan, hogy disznót gyártott a Kovács a Settlers 3-ban, a Republic Commandót lemásoltam, de mióta azért az embernek önálló keresete van, tud félretenni pénzt, vagy áldozni a hobbiára. Valaki horgász cuccokat vesz, valaki a bicóját szereli, valaki meg gépet épít, konzoljátékokat vesz, bármit. De letorrentezni, meg letölteni, szerintem már azt megértem, ha valakinek tényleg nincsen
önálló keresete és letorrentezi, na de mondjuk ehhez vas is kell, srácok, tehát hogy akinek olyan gépe van, amint jó grafikán el fog futni az Outlaws, azért na, csak beficcelhet már a játék ára is, nem? Már látom előre azokat a kommenteket, hogy de félkészen jön ki a játék, de nem jó, meg miért fizessünk azért, hogyha félkész, csak ez még nem jelent meg, erről még nem tudjuk, hogy félkész, és ne gyertek azzal, hogy ez Ubisoft biztos, hogy rossz lesz. Lehet, hogy nem lesz az, lehet, hogy az lesz. A Jedi Survivors Coruscant pályáját PC-n a mai napig nem javították ki, szaggat, mint az állat. Nem foglalkoznak vele, de ez már múlt idő. Lehet refundolni? Igen. De a torrentezés, srácok, már szerintem kellemetlen. Tudjátok, ilyen abszolút demagóg baromságokat tudok mondani, hogyha éhes vagy, nem rabolod ki a Simons-t, mert most épp nincs neked pénzed hamburgert tenni, nem? Ne csapkodjatok a homlokokat, tudom, hogy ez nagyon demagóg. Gondoljatok csak bele, hogy az üzemanyagárak is hol tartanak. A játékfejlesztők, akik hány éven keresztül foglalkoztatnak művészeket, embereket, programozókat, grafikusokat, meg kell, hogy térüljenek a költségek. Ez nem jótékonysági intézmény, hanem egy kiadó. Szóval nem igazán tudtam hova tenni ezeket a toxic tweeteket, amik már eleve temették ezt a játékot, temették a Ubisoftot. A FIFA meg az NBA 2K majdnem minden évben ugyanolyan és bődületesen adnak el belőle. Még ha rossz is, akkor is, mert megveszik. Call of Duty. Nagyon kíváncsi vagyok, mit gondoltok a következő dolgokról. Ti vesztek-e megjelenéskor játékot, vagy valami durvább akciót vártok meg róla, vagy nektek az elég, hogy mondjuk végignézitek a kedvenc streamereteket, hogy ő végigjátsza, és hogyha tetszett nektek, akkor majd később, ha le lesz árazva, megveszitek, vagy tökre érdekelne valaki olyan véleménye is, aki még torrentezik, aki letölti, írjon nekem releváns érveket azzal kapcsolatban, hogy miért nem veszi meg. Tökre érdekelne ez a téma. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy túl sokat költök játékokra. Általában hát én indie játékokat veszek, kalandjátékokat veszek, de legutoljára mondjuk a Helldivers 2-t vettem meg, de azért karácsonykor egyszerre beficcent a Baldur's Gate 3, a Call of Duty Modern Warfare 3, az LMV 2. Hát ez egy drága hobbi, de minden hobbi drága, srácok. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Köszönöm, hogy időt szántatok a videómra, ha tetszett, iratkozzatok fel. Sziasztok! Iratkozz fel, és nyomj egy lájkot! Jaci a gamer, a csatornánk a kó! Ha szereted, amit lát, azt ne habozz! Higgyelj, hogy nem maradj le semmiről soha!